Sziasztok! Ebben a mai videóban bemutatom nektek azt a gépes kocsit, amivel dolgozom jelenleg. Ez egy Renault D25 Comfort Wide a neve. 2015-ös gyártás. Kezdjük is a küllemével. Hát hátul ez egy ponyvás szerelvény igazából, hátul még fűzős, tehát mondhatni azt, hogy klasszikus. ABC tengelye van ellátva, tehát ismertebb nevén bogikerék is felszerelésre került. Ezzel igazából nem okozhat gondot az, hogy véletlen tengelyesre lenne téve rakodva az autó. Ezen már oldalt fémcsatok vannak. Nem elhanyagolható méretű 650 literes tankunk van. Nem igazán szuper topline fülke, viszont a célnak megfelel, van benne egy pricc. Bal oldalon légszűrő, illetve akkumulátor. Alatta van kettő légtartály, plusz még egy harmadik légtartály, és még ami még extra, hogyha netán véletlenül levegősödne a rendszer, az üzemanyagrendszer, akkor kézzel ezt lehet orvosolni. Kívül van még kettő tárolódoboz. Mind a kettő zárható. Az autó méretéhez képest elég jól pakolhatóak, tele is vannak. Van egy kerékék, és egy specialitás víztartály csappal, vagyis hát egy vizes hordó, ami most éppen üres, de szokott benne lenni víz. Menjünk be a fülkébe. Ez lenne a fülke. Itt van a kézi poroltókészülék. Na, nézzük. Itt van a műszeretség. Egy kisebb méretű kijelző, digitális kijelzőn a kilométer óra mellett, balra a szokásos mérőórák. A kormányon van elhelyezve a tempomat. Ezen az oldalon lehet ugye a tempomat sebességét növelni, csökkenteni. Itt, illetve itt pedig a memóriáját, a tempomat memóriáját lehet állítani be. A retarder kapcsolója. Baloldali bajusz kapcsolón van az index, illetve a légkört, világítás és ködlámpa kapcsoló. Jobb oldali az a váltó kapcsolója, mert 12 sebességes automata motorral szerelték, tehát itt lehet kapcsolni az előre menetet, az ürest, illetve a hátra menetet. Alatta van elbújva a rádió kapcsolószerve. Itt van a gyári Renault rádió. USB-s, illetve AUX-os és kihangosítós. Itt van néhány kapcsoló. Differenciálzár, a bogikereket
lehet leengedni, illetve felemelni. Vezetésasszisztens, vezetéstámogató rendszernek a kibekapcsoló gombja, tehát a távolság érzékelő, a sávelhagyás, az, amiket ki illetve be lehet kapcsolni. Fent van a tahográf, illetve a csipogónak a kibekapcsoló gombja. Két darab tároló van még, ahová lehet pakolni. Egy manuális tetőablak. Kettő darab hangszóró. Méretükhöz képest elég jól szólnak. Van egy kis asztal, bár ez már nem gyári opció. Itt hátul van az ágy. Hát nem túl széles, de azért el lehet rajta aludni. Az ágy alatt van kettő darab nagyobb tárolórekesz, abba lehet pakolni. Itt a vezetőülés mellett bal oldalon van a rögzítőfék, van egy levegőpisztoly, ami jó jöhet. Az állófűtés kapcsolója, szabályzója, illetve az ajtózár gombja. Három szivargyújtó van az autóba, egy 24 voltos 15 amperrel, egy 12 voltos 10 amperrel, illetve egy olyan, amire nincs ráírva semmi, tehát feltételezzük, hogy ez is 12 voltos. Manuális klíma van. Benne. A vezetés az jó, tehát jó dolgozni vele igazából. Az automataváltó az jól kapcsol, bár néha sokat gondolkodik, amikor meg van rakva rendesen, de tulajdonképpen teljesen kezelhető. Ja igen, és még van egy extra, amit megmutatok. Hogy ilyen azért még nem mindenhol van, hogy a jobb oldali ülés is légrugos. Ami szerintem az utas számára kifejezetten jó. És ő lenne az D25 Comfort Wide. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!